Először hallgassuk meg a román, a magyar és a lengyel himnusz. Acum vom audia imnurile de stat ale României și ale Ungariei. És uraim, kedves külföldi és itthoni vendégeink! Sok tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a jubileumi 25. Bátori Napok koszorúzási ünnepségén. Örvendek, hogy ismét együtt lehetünk és közösen ünnepelhetünk itthoni és mindhárom testvérvárosunkkal. Stimate Doamne, stimați Domn, iubiți oaspeți! Cu respect vă salut la ceremonialul de depunere a coroanelor comemorative din șirul evenimentelor zilelor Batorii, care a ajuns la a 25-a ediție jubiliară. Mă bucur că din nou putem sărbători împreună cei sosiți din împrejurim și de peste hotare. Rog pe domnul Simon Peter, președintele Fundației Batorii, să deschidă festivitatea. Kedves egybegyűltek! Ünnepelni gyűltünk össze városunk nagyszülöttének, Bátor István, Erdély fejedelmének és Lengyelország királyának
évszázadokon átnyúló hívó szavára. Ápolandó, gazdag és ma is megfontolandó szellemi hagyatékát. Szinte hihetetlen, olyan, mint egy csoda, hogy ezt a megemlékezést és tiszteletadást az idén 25. alkalommal sikerült megtennünk. A mai ünnepnapon szeretettel köszöntök mindenkit, Szilássomjon velünk együtt ünneplő testvérvárosainak küldöttségét Magyarországról és Moldáviából, valamint a kedves lengyel vendégeket, hagyományőrzőket, nagy örömmel látjuk itt körünkbe, és szintén szeretettel vártuk a környék lakosait, előjáróit. Külön öröm számomra, hogy a testvérvárosi delegációkat a polgármesterek vezetik. Tavaly örvendetes hírként említettem, hogy a Báthori napok előtt egy héttel lengyel vendégeink voltak, és várjátékokkal ajándékoztak meg a város lakosságát. Akkor ígéretet kaptunk, hogy ebben az esztendőben a Báthori napok 25. évfordulóját már együtt rendezhetjük a lengyel hagyományőrző Huszár Egyesülettel és a polgármesteri hivatallal, mely ígéret betartatott. Ennek köszönhetően nem is akármilyen módon ünnepelünk. Egy kisváros életében óriási megvalósítás egy ötnapos fesztivál, amelyben reménykedtünk, de elsősorban álmunkét éltük meg. Álmodni jó és csodálatos, ha az álom teljesül. Ezelőtt 25 évvel az első Báthori napokon Temfi püspök úr arányosítva a méreteket, a Váradinum nagyságához mérte a rendezvényt. Szerintem ez az összehasonlítás a 25. ünnepségre még inkább ráillik. Mindenről nem beszélhetnénk, ha az elnyert pályázatok, a magyar vállalkozóink és lakosaink évek óta számottevő támogatása mellett társszervezőként és nagyságrendben eddigi legnagyobb anyagi segítséggel nem lenne jelen a polgármesteri hivatal, valamint a turisztikai információs központ. Illesse őket ezért külön köszönet, elsősorban Szeptémi Katrin Csurkás polgármestert, valamint Dániel Stezeránt, a központ vezetőjét. Mielőtt átadnám a szót vendégeinknek, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki anyagilag hozzájárult, és munkával segített a napok sikeres lebonyolításában. Mint mindig tisztelettel megköszönöm mindazon kuratóriumi tagoknak a munkáját, akik ténylegesen részt vettek a szervezésben, valamint a sok-sok önkéntes segítőknek, kiemelten a diákoknak a hozzájárulását a napok sikeres lebonyolításához. Köszönet jár a segítségére a rendőrségnek és rendőrségnek, a társszervezőnként jelenlevő MK Magyarháznak, a Szilássomjai Városi RMDS-nek, Szabó Ernő városmenedzsernek, és a napokon már évek óta jobbkezenként működő Acsádi Anna Máriának, Leopold Istvánnak és Lőrinc Attilának. Nem sorolom fel fő támogatóinkat, ezek nevét megtalálják a programfüzetünkben. De az egyéb adományozóinkat méltatnám itt, ünnepélyes keretek között, mert ők is megérdemlik. Idén is nyújtott anyagi segítséget Asádi Anna Maria, Balogh Zoltán Szarmaságról, Fekete András, Fekete Pál, Fekete Balázs, Gáspár Boroka, Gáspár György, Lőrinc Attila, Pap Zsolt László, Pocsvájler Ilona, Szabó Ernő, Csaba, Szigyártó Tibor, Szigyártó Ilona, Torkos László, valamint a Krista Cukrádó, az Európán KVST, Ágoston testvérek Szarmaságról, Farnas Éva és Kis Szilvia közjegyzői iroda, a Farmatis és Igena Technofarm gyógyszertárak, a Hufikom Kft., a Martina Künkez Kft., Szilárd Perez Centro, a Lordi Mód Kft., Panda Konfetti Kft., Röndunika Kft. Mit tehetnék a végén? A köszönet jár mindenkinek, aki eljött és velünk együtt ünnepelt, és kívánok a továbbiakban is jó szórakozást, méltóság teljes ünneplés mindenkinek. Stimat auditorium, ne-am adunat azi pentru a cinsti memoria unui important fiu al orașului, Stefanus Báthory, care a fost principe al Transilvaniei, apoi rege al Poloniei. Pare a fi un miracol că a trecut un sfert de veac de când, an de an, îi aducem piosul nostru omagiu.
Adresez un călduros bun venit tuturor celor care sărbătoresc azi alături de noi, delegaților orașelor înfrățite din Ungaria și Moldova, precum și aleșilor locali, concitadinilor mei și celor sosiți din împrejurim. Leș aparte de bucurie este faptul că, în fruntea delegaților orașelor înfrățite, sunt primarii acestora. Anul trecut, cu o săptămână înainte zilelor Batorii, orașul nostru a găzduit distinși oaspeți din Polonia, care au încântat publicul șimleoan cu jocurile cavalerești și asediul cetății. Am decis atunci că vom organiza cea de-a 25-a aniversare a zilelor Batorii împreună cu Asociația Păstrătoare de Tradiții Husar din Polonia și Primăria orașului Șimleu Silvaniei. E o mare realizare un festival de 5 zile în viața unui oraș mic, iar noi, azi, trăim a avea ceea ce ieri părea un vis frumos. În urmă cu 25 de ani, la prima ediție a zilelor Batorii, domnul episcop Teanfi Iosef compara evenimentul cu Varadinul Orădean. Însumând amploarea evenimentului, cred că azi această comparație este mai potrivită ca oricând. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără proiectele câștigate și fără sprijinul antreprenorilor maghiari și cel al concetățenilor, care, an de an, au susținut financiar realizarea evenimentului. Un ajutor substanțial la această ediție l-au acordat Primăria orașului Șimleu Silvaniei, care a alocat o sumă considerabilă pentru organizarea manifestărilor desfășurate sub egida spirituală a lui Stefanus Batori și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Șimleu, cărora le mulțumim din suflet. În special, mulțumim domnului primar Septimiu Cătălin Țurcaș și domnului director Daniel Stejerean. Împreună am reușit să realizăm o aniversare demnă, o adevărată sărbătoare a sufletului. Adresez mii de mulțumiri tuturor celor care au contribuit material sau prin munca depusă la buna desfășurare a festivalului. Tisztelettel felkérném Septimiu Cătălin Țurcaș, Szilágy Somlyó polgármesterét, hogy üdvözölje az ünneplő gyülekezetet. Cu respect, invit pe domnul primar al orașului Șimleu Silvaniei să țină discursul festiv. Onorată asistență, dacă în urmă cu 30 de ani pentru fiecare dintre noi a fi prezenți trei naționalități, română, maghiară și poloneză, pentru a respecta memoria unui om, a lui Stefanus Batori, ne părea imposibilă, iată că astăzi acest lucru este posibil. Dacă de-a lungul istoriei, din punctul nostru de vedere a celor din România, comuniștii s-au străduit să ne dezvine, iată că a venit momentul 89, când pas cu pas am făcut împreună acei pași pentru a deveni cu adevărat cetățeni europeni. Au trecut ani mulți, în această perioadă foarte multe persoane s-au implicat sufletește total pentru ca aceste conexiuni dintre România și Ungaria, dintre Șimleu și Szarvas, Șimleu și Nyírbátor, Șimleu și Albert Tirso, să existe. Au fost mulți oameni care și-au pus sufletul pe tavă pentru ca aceste relații în timp să se dezvolte. Iată că astăzi se împlinesc 25 de ani de când zilele Batorii au început să se desfășoare în Șimleu. Noi, românii, am învățat în toată această perioadă că avem în față un viitor comun. Așa cum vă spuneam, dacă în urmă cu 30 de ani eram oarecum mai dezbinați, mă bucur că în acest moment doar foarte puține persoane mai gândesc așa cum nu trebuie. Aș vrea să mulțumesc tuturor acelora care au ținut această legătură vie și să mă bucur că astăzi dimineață, în sala festivă a primăriei, am resemnat înfrățirea cu orașul Nyírbátor. În urmă cu 20 de ani, la 26 septembrie 1997,
Avea loc semnarea actului de înfrățire dintre cele două orașe și astăzi am reîntărit acest act de înfrățire. Cum vedem noi acest lucru? În primul rând, prin reîntărirea acestui act de înfrățire, am recunoscut cei 20 de ani care, din punctul nostru de vedere, au fost din ce în ce mai bogați în conexiuni dintre noi și cei din Irbator și ne-am obligat, noi și cei care vor fi după noi, ca aceste relații importante să existe în continuare. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor, n-aș vrea să dau nume pentru că aș risca să uit pe cineva important, să le mulțumesc în special colegilor și prietenilor din Polonia care fac ca această sărbătoare a noastră a Șimleoanilor să fie nu numai mai colorată, ci să ne ducă oarecum în spate, în istorie, în evul mediu. Să le mulțumesc musafirilor din Ungaria care de fiecare dată sunt alături de noi și nu e așa, este normal ca frații între ei să se viziteze și să participe împreună la bucuriile lor. Să le mulțumesc Șimleoanilor și tuturor acelora care s-au implicat în această organizare și să sperăm că ne vom întâlni în fiecare an cu această ocazie la o singură sărbătoare, Zilele Batorii, pentru că dacă anul trecut n-am reușit să facem una, vă garantez că începând cu acest an va fi o singură sărbătoare, așa este normal, și să ne întâlnim sănătoși de fiecare dată, să ne bucurăm și să îl cinstim așa cum se cuvine pe cel mai important om care s-a născut din punctul nostru de vedere în Șimleu, respectiv Principele Transilvaniei și Regele Poloniei Ștefanus Batori. Az ünnepségünket megtisztelő vendégek közül felkérném Csulák Péter urat, a Kolozsvári Magyar Főkonzulátus konzulját, hogy köszöntse az ünneplőket. Dintre musafirii care au onorat cu prezența festivitatea noastră, îl rog pe domnul Csulák Péter, consulatul general din Cluj, să salute pe cei prezenți la festivitate. Tisztelt megjelentek, egyházi és világi méltóságok, kedves ünneplő közönség! Szeretettel üdvözlöm Önöket ezen a jeles napon, itt Szilágysomlyón, a 25. Bátori Napokon. A nagy elődeinkre történő emlékezés, a hagyományok ápolása, a hazaszeretet, a szülőföldhöz ragaszkodás megnyilvánulása. A 2011 húsvét hétfőjén kihirdetett új magyar alkotmány deklarálja, hogy büszkék vagyunk történelmünkre, identitásunkra, kultúránkra és hagyományainkra. Alkotmányunk D-cikke kimondja, Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. És kötelez minket az ilyen és hasonló rendezvények, szerveződések támogatására. Bátor István erdélyi fejedelem és lengyel király emlékének ápolása tudatosítja magyarságunk lelkében azt a sorsvállalást, amit őseinktől vettünk át. A magyarság megőrzésében fontos feladatot látnak el a magyar történelmi egyházak és a magyar iskolák. Itt Szilágysomlyón nem csak a Bátor Istvánra kell emlékeznünk, hanem a Bátori Alapítvány létrehozására is. Az 1989. decemberi változások után a magyarság tudat erősítése, a történelmi tudat, az anyanyelv szabad használata az oktatásban, a közigazgatásban, az igazságszolgáltatásban, kulturális örökségünk ápolása voltak a legfőbb célok, amikor az alapítvány létrehozásának gondolata megszületett. Példás az az összefogás, ami az alapítvány létrehozásakor megmutatkozott. A Bátori család a legsikeresebb magyar történelmi családok egyike. A család hanyatlása akkor kezdődött, amikor a családon belül vetélkedés kezdődött, a Bátori család hatalmának hanyatlása az egész nemzetnek ártott. Ez arra is figyelmeztet minket, hogy elejét kell venni a belső vetélkedésnek, a belső viszályoknak. Ebben az évben a testvérvárosok közül Szarvas, Albert Irsa, Nyírbátor mutatkozott be.
A testvérvárosi kapcsolatok lehetővé teszik, hogy megmutassuk, együvé tartozunk mi magyarok, függetlenül attól, hogy adminisztratív határ, országhatár választ el minket. Örömmel hallottam, hogy voltak itt vannak a moldáviai testvérváros képviselői is, akik Kisinyov egyik kerületét képviselik. Külön öröm, hogy itt vannak a lengyel hagyományőrzők, akik ezúttal a Lengyel Honvédelmi Minisztérium támogatásával érkeztek, és itt szólnom kell egy pár szót a lengyel-magyar kapcsolatokról. Tudnunk kell azt, hogy nem csak közös királyunkra emlékezünk a lengyel-magyar kapcsolatok megemlítésében, hanem Rákóczi fejedelemre is, aki Lengyelországból indult vissza hazánkba, és kezdte el a Rákóczi szabadságharcot. Azt sem felejthetjük el, hogy a II. Világháború során, amikor Lengyelországot lerohanták, Magyarországgal jöhettek a lengyel menekültek, és mi magyarok segítettük őket többek között abban is, hogy el tudjanak távozni, és a szövetségesek oldalán harcolhassanak hazájukért. Minket a lengyelekkel közös sors köt össze, mondhatni, hogy szinte csak a különböző nyelv választ el minket. Viszont két lengyel mondatot azért elmondanék, amit ifjúkorom óta tudok. Azt szoktuk mondani, hogy polák venger dvabra tanki, mert hogy mi testvérek vagyunk, és együtt harcolunk, és együtt mulatozunk. És azt is említeni kell, amit itt egyébként a himnusz elején is hallottunk, hogy Jeszcze Polska nie zginuła. Nagyon nehéz történelmi helyzetekben erre emlékezni kell mind a két népnek. Magyarországon a jövő évben választások lesznek. Sokan önök közül már magyar állampolgárok, és szavazati joguk gyakorlása állampolgári jog. Kérem, hogy akik még nem tették, regisztráltassák magukat a magyar választói névjegyzékbe, és éljenek szavazati jogukkal, és vegyenek részt a hazánk jövőjét befolyásoló döntésben. Mi magyarok itt voltunk, itt vagyunk és itt leszünk. Ápoljuk és őrizzük hagyományainkat, emlékezünk a jóra és a rosszra egyaránt. Meg szeretném köszönni az alapítvány elnökének, dr. Széman Péternek és aktív tagjainak, hogy sokaknak segítettek magyarságuk megőrzésében ezen a vidéken. Meg szeretném köszönni Szilágy Somlyó polgármesterének és az itt lévő román lakosoknak, hogy velünk együtt ünnepelnek, és példát szolgáltatnak arra, hogy két közösség tud boldogan, békésen együtt élni, és tud egy közös jövőt építeni. Köszönöm, hogy meghallgattak. A lengyel nagykövet üzenetét olvassák fel. Acum să ascultăm gândurile consulului polonez. Va fi dat citire mesajul ambasadei Poloniei la București. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie. Bukareszt, 19 września 2017 roku. Szanowni Państwo, pozdrawiam Państwa serdecznie i dziękuję za upamiętnienie 484. rocznicy urodzin Stefana Batorego, księcia Siedmiogrodu, króla Polski, wybitnego wodza i reformatora, ważnej postaci w historii trzech narodów, polskiego, węgierskiego i rumuńskiego. Szczególne podziękowania kieruję do władz Simleu Silvaniei za zaangażowanie w organizację wydarzenia. To szczególny moment dla Polaka widzieć dziś na Zamku Rodowym Batorych powiewające polskie sztandary rycerskie. Pozdrawiam wszystkich odtwórców historycznych wydarzeń, którzy biorą udział w paradzie i uroczystościach. Dzięki Państwa inicjatywie, zaangażowaniu i pasji utrwala się świadomość historyczna i pamięć o wielkim królu Polski, który jak mało kto łączy w sobie historię naszych państw. Wszystkich uczestników dzisiejszych obchodów serdecznie pozdrawiam i życzę Państwu niezapomnianych wrażeń. Marcin Wilczek, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej. Lengyel Köztársaság Nagykövetsége Bukarestben. Bukarest, szeptember 19-én 2017. évben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy Báthori István 484. születésének évfordulójára emlékeznek, aki Erdély fejedelme, Lengyelország királya, kiemelkedő vezetője és megújítója volt a három nemzetnek, Lengyelországnak, Magyarországnak és Romániának. Különös köszönetet
szeretnék nyilvánítani Szilágy Somlyó vezetőségének a fáradtságért és ennek az eseménynek a megszervezéséért. Különleges pillanat egy lengyel számára látni ma a Bátoriak családi várán a lengyel zászlóknak a lobogását. Minden történelmi hagyományőrzőt nagy szeretettel köszöntök, akik részt vesznek a fesztiválon és az ünnepségeken. Az önök fáradozásának, kezdeményezésének, passziójának köszönhetően a történelmi tudat és a nagy lengyel király emlékezete megerősödik és megmarad. Ő volt az, aki nagy, óriási mértékben összekapcsolta a nemzeteinket. Minden résztvevő, a mai ünnepség minden résztvevője számára felejthetetlen emlékeket kívánok, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Marcin Vilcsek, Lengyel Köztársaság nagykövete. Domnului Sătimiu Cătălin Țurcaș, primarul orașului Șimleu-Silvaniei. Stimate doamne, stimați domn, vă rog să primiți salutul meu cordial și mulțumirile pentru celebrarea aniversării a 484 de ani de la nașterea lui Ștefan Bathory, principe al Transilvaniei și rege al Poloniei, conducător și reformator strălucit, figură importantă în istoria celor trei popoare, polonez, ungar și român. Mulțumesc autorităților din Șimleu-Silvaniei pentru implicarea lor în organizarea acestui eveniment. Sunt mișcat să văd fluturând astăzi deasupra cetății Bathory steaguri poloneze, contemporane și istorice. Mă bucur de asemenea că ceremoniile de azi au primit sprijin din partea autorităților poloneze, Comandamentul Garnizoanei Varșoviei și Ministerul Apărării Naționale al Poloniei, care a oferit sprijin material fiind și patron onorific. Îi salut pe toți cei care vor participa la recrearea evenimentelor istorice, care vor lua parte la paradă și la bătălia din ruinele castelului. Este datoria noastră a tuturor de a păstra vie memoria trecutului glorios al țărilor noastre și datorită unor asemenea evenimente și datorită implicării dumneavoastră se consolidează identitatea popoarelor noastre și odată cu ea slava eroilor precum cel care a fost pentru noi toți Ștefanus Bathory. Îi salut cordial pe toți participanții la sărbătoarea de astăzi și vă doresc să petreceți o zi memorabilă. Cu respect, ambasador Marcin Vilcek. Începem festivitatea de depunere a coroanelor.